Ekkére pedig Josafát Juda király az ő házához Jeruzsálembe békével, tehát ő megúszta a háborút, a Akháb meghalt ebben a háborúban, és a király Josafát visszament Jeruzsálembe. Második verszak. Elébe ment Jeú proféta, Hanáni fia, és mondta Josafát királynak, avagy az istentelennek kelete, segítségül lenned, és az úrnak gyűlölőit szeretned. Azért nagy az Úrnak a haragja ellenet. Tehát a profétával találkozott Jeruzsálemben Jehúnak szólt az Úr, hogy a Josafát királyt intse meg, és két ö, oka volt az intésnek, hogy egy Istentelen embert segített meg, amit nem kellett volna segíteni, hanem végig kellett volna nézni az ítéletet. Bármilyen kegyetlen dolog. De hát az nem kegyetlen dolog volt, hogy elbántak több profétával, elbántak Nábottal, egy koncepciós perrel meggyilkoltatta a felebarátját, a, a, fele a testvérét csak azért, hogy elvegye vagyonát. Tehát az nem volt kegyetlenség? Azt, azt figyel, ez hagyta figyelmen kívül Jósapát, hogy ez egy istentelen ember, aki a fele barátainak kárt okozott, föllázott Isten ellen, az Isten munkája ellen tevékenykedett, a proféták egy nagy részét, több száz profétát megöltek, feleségével együtt, tele volt az országa varázslással, Paráznasággal, gyilkosságokkal, annak ellenére, hogy anyagi területen prosperált és jó anyagi színvonalon élt Izrael, mai napig is a történészek emlegetik és vitatkoznak a biblia ismerő keresztényekkel, mert azt mondják, hogy a biblia ismerő keresztények Akhábot és Jézabelt előítéletesen közelíték meg. Valójában ez a két király, ez egy nagyon-nagyon építő király volt, fölépítette Izraelt, hatalmas nagy építkezésekkel, modern, akkori korban modernizálta Izraelt, és ezzel nem is vitatkozunk természetesen, de az erkölcsi romlása, szellemi romlása visszafordíthatatlanná Izraelnek, az izraeli népnek, pont az Akhábnak, illetve Jézabelnek az uralkodása alatt történt meg. Azt tudjuk, hogy Jézabel gonoszabb volt, mint a férje, nagyon sok gonoszságot az férje, ez a gyenge jellem és gyenge akaratú ember, a, a Jézabelnek az ösztökélésére követte el, de végső soron ketten lesznek egyek, tehát nyilvánvalóan a, főleg a Nebol gyilkosságban mind a kettő benne volt, mind a kettőt, a, hát most eltörölték már a halálos büntetés, de Amerikában nagy valószínűség szerint mind a kettőt villamos székre ültetnék, még a mai napig is, mert előre megfontolt rablógyilkosságot követtek el, és a törvényt, az akkori alkotmányt, mondanám így, csak ürügyként használták föl arra, hogy, hogy megöljék Nábotot, és elvegyék tőle szőlőjét, és hamis tanúsággal, hamis tanukat béreltek, hogy elvégezzék ezt a piszkos munkát. Tehát ezt az embert segítette meg, jósapát és próbálta megsegíteni, ugye hála Istennek nem sikerült megsegíteni. Így el, hogy vannak olyan dolgok, bármennyire is tudom, Kelet-Európában is a humanisták között kegyetlen dolog, de a Föld számára, az emberiség számára sokszor áldás, amikor egy ilyen elvetemedett gonosz ember meghal. Micsoda áldás lett volna Európának, hogyha Adolf Hitler mondjuk meghal 39-ben? Vagy 40-ben? Vagy pedig Stalin, amikor még vonatrabló volt, mert ez is volt, akkor például valaki lelőtte volna és földobta volna a talpát. Micsoda áldás lett volna Oroszország számára? De egész világ számára, egész Európa számára. Ember, 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 milyen lelked van neked? Igazság szerető lelked van, vagy humanista vagy? Ki a legfontosabb érték az univerzumba, Isten vagy az ember? Ez itt a kérdés. A humanistáknak az ember, az Istenfélő embereknek meg Isten. És alá vagyunk rendelve mindannyian. Mi azért nem követünk el rablógyilkosságot, meg semmilyen bűncselekményt. Azért, mert féljük az Istent. És tudjuk nagyon jól, hogy még ha el is rejtenénk bűnöket az emberek előtt, és nem kerülnénk ki a földi igazságszolgáltatás kezébe, akkor is van fönt a mennyekben isteni igazságszolgáltatás, és ott biztos, hogy felelnénk minden, minden, minden bűnünkről és minden védkünktől, amit sikerült eltitkolnunk akár a családunk előtt, akár pedig a társadalom előtt. Tehát ezért van bennünk Isten félelem. Ezért tiszteljük Isten. Ezért hallgatjuk Istenek a beszédét. És tudjátok, hogy látjátok, hogy ez az ember nagyon Istenfélő volt a, Izrael, a Juda népével szemben, egészen világos, tiszta, erkölcsi és szellemi látása volt, de érdekesképpen a komája fele meg volt vakulva. Tehát a, még a, a, a a, az ilyen rövid zárlatokra is figyeljél, hogy azért, mert valaki a barátod, vagy valaki rokonod, vagy szövetségesed, vagy családtagod, kérlek, ne légy vele kapcsolatosan elfogult. Ne légy részrehajló és személy válogató. Mert hasonló problémába tudsz kerülni, mint Jósafát, hogy az Akháb családja felé látjuk, hogy végig az egész életében vakságban maradt, holott ez egész névfelvel kapcsolatosan nagyon tiszta, világos látása volt. Amivel kapcsolatosan vagy elfogult, ott veszíted el legelőször a látásodat. Nem azt mondom, hogy bombáznod kell, bunkoznod kell az igével a házastársadat, vagy a gyerekeidet. A szeretet és a türelem nagyon fontos a nevelésben, nem vagyok az erőszaknak, és különösen nem a kényszerítésnek a hívesőt elutasítom. De mindenféleképpen nagyon fontos, hogy az, az erkölcsi, szellemi, éleslátásunk, értékítélő képességünk a családtagjaink fele, a rokonaink fele, akikkel szövetségbe vagyunk, akiknek az oldalára odaálltunk, hogy ott azzal kapcsolatosan is ez működjön, és ne legyünk elvakultak.